Így néz ki a Siolgárdi Művelődési Ház. A település is elnyerte a Magyar Falu Program első kulturális és közösségi terek fejlesztésére, különböző eszközök beszerzésére kiírt pályázatát. A település polgármestere azt mondja, hogy ugyan pályáztak a művelődési ház fejlesztésére is, ám nem bánja, hogy végül az eszközbeszerzésre nyerték el a pénzt. 6 100 000 forint környéke a nyertes pályázat. Ebből egy része az egy kulturális kollégának az egyéves munkadíjára is lehetett pályázni, amivel ott is sikeresen tudtunk nyerni. A település 2 nagy rendezvénysátrat nyert a Magyar Falu programon, valamint egy évig tudják állni egy kulturális program szervező fizetését az elnyert összegből. Gerő Attila szerint a Magyar Falu program nagy segítséget jelent a kisebb települések fejlesztésében. Nagyon jó ötlet volt ez a kormánytól, hogy a 2000 fő alatti településekre ilyen kimagaslóan gondolt, és ez kiemelte a többi település közül, hiszen ő nekik a legnehezebb talán forráshoz jutni. A Magyar Falu program első részének céljai közé tartozik a települések kulturális fejlesztése, ezt akár a közösségi épületek felújításával, akár eszközbeszerzéssel, rendezvényszervező alkalmazásával is végrehajthatják azok az 5000 lélekszám alatti települések, amik nyertek pénzösszeget a pályázaton.